2020. januárjában az Innovációs és Technológiai Minisztérium hirdette meg ezt a pályázati lehetőséget, aminek az a rövid lényege, hogy önkormányzatok, egyéb társulások, illetve cégek munkásszálló programban lehetnek részt, visszanemtérítendő támogatást lehetett igényelni. A pályázatból Dunaföldváron 320 millió forintos munkásszálló épült, nem egészen egy év alatt a Hunyadi Parkban, azaz a volt orosz laktanyában, mely most került átadásra. 70%-ban állami támogatásból valósult meg a 120 férőhelyes, a kor színvonalának megfelelő munkásszálló. Ez azt jelenti, hogy ugye mégiscsak szükség van a munkaerőre, a munkaerő nem ott lakik, ahol adott esetben fölmerül a foglalkoztatás helyszíne. A kétszintes épület emeletén 23, a földszinten pedig 18 két-három ágyas lakrész van kialakítva saját vizes blokkal, hűtővel, tévével, internet csatlakozással. Emeletenként konyha, ebédlő és mosószoba is van. Az épülethez tartozik egy 1250 négyzetméteres, 41 férőhelyes önálló parkoló. Egy forintért megkapott ingatlanból, amit a akkori államtól kaptunk meg, és ezt az orosz laktanyát megkaptuk, és mondjam azt, hogy ez egy romhalmaz volt. Bocsássatok meg, a térképen ez egy fehér folt volt, nem volt semmi. Katonai ingatlan. Ma már lakások állnak a helyén, bentlakásos idősek otthona épült, valamint bolt és ipari park. Mindez egy modern munkásszállóval egészült ki.